Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Nagy Györgyné, kezét csókolom tisztelettel, köszöntöm. Szép jó estét kívánok. Most a Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzat államalapító Szent István királyunk ünnepén önt Pro Civitate díjjal tüntette ki. Az elismerést természetesen a díszközgyűlésen vette át, erről már a nézőinknek beszámoltunk, ugyanakkor nagy tisztelettel és szeretettel gratulálok. Valamennyi munkatársam nevében természetes. Ilyenkor azért fontos kérdés, hogy pedagógusként, és evezz a mélyre, ez az alap. Miként választott magának egykoron hivatást egy ifjú hölgy? Nagy elődök, mintaképek, meg egyfajta küldetést tudott talán. Ez nem frázikus, de valahogy segíteni, tanítani akartam. És elvégeztem egy teljesen reál típusú szakközépiskolát. És megépítettem a blocking oszcillátort a szakérettségén. És én úgy gondoltam, hogy nekem tanítanom kell. A nagy elődök Klári, Szabó Tóné Klári, ő volt az én magyar tanárom és pótmamám szinte. Az ő hatása meghatározó volt. Aztán elkezdtem tanítani. Még nem volt diplomám, de már, ahogy a Nyilas Misi is, hogy tanítani az emberiséget, és elmentem falura, kiajánlottak, mert az akkori szaktanácsadó, szakfelügyelő, úgy hívták a Dunaújvárosi járásban, Hajas János bácsi, hallott felelni magyar órán. És amikor Szabó Tóné Klári mondta, hogy itt van egy tehetséges fiatal hölgy, aki szeretne tanítani, és majd tanulni is a főiskolán, akkor ő befogadott Besnyőre az általános iskolába, és ott tanítottam. Ott mindent, fizikát, kémiát, éneket, rajzot. Természetesen magyart, osztályfőnök is voltam, és hát közben elkezdtem a mostani Janus Pannonius Tudományegyetem, az akkori Pécsi Tanárképző Főiskola magyar szakán épülni, erősödni, és ott végeztem magyar pedagógia szakon. Ez rendkívül fontos időszak volt. Essék szó arról, hogy miként lehet megtanulni, tanítani annak, aki a gyakorlatban is ezt teszi. Ráadásul egy olyan helyen, egy urbánus világból belecsöppenve, egy olyan közegbe, Besnyőt ismerem, hiszen Iváncsaiak a nagyszüleim, és Belojanészben is számtalan ismerősem él, tulajdonképpen egy zsákfalu. Egy önmagukra utalt közösséggel, rendkívül tisztességes emberekkel, és olyan gyermekekkel, akiknek csak az iskola létezik, és az otthon. És én ott éltem közöttük, ott laktam, befogadtak, aztán az óvodába is lakhattam, és velük együtt, Deli Pál igazgató működése alatt, már elhunyt, mindent megtettünk, amit lehetett. Lehetett, ha valaki érzi, hogy tud valamit adni a közösségnek, a tudásából, a szívéből, a lelkéből, már ott elkezdődött ez, hogy adni, és elfogadták, később visszahozott az iskolám, ahol szakérettségit tettem, a 320-as Árpádipari szakmunkásképző nevelőtanárnak visszahozott Fehérvárra, ahogy elvégeztem az első két évet a főiskolán. Nehéz volt a váltás? Nem, hát fehérvári vagyok. Tehát ősfehérváriként azért csak lettem. Hazatért. Úgy tetszik, otthonról hazajött. Hazajöttem. Mert hiszen nyilván a Besnyő is otthona lett valamilyen szinten. A küldetést említette az imént. A küldetés alapja nyilván a szeretet. Az embereket szeretni, a gyermekeket és a hozzátartozók mindenkit, hiszen a nagymama és a szülők ugyanúgy hozzátartoznak a gyermekhez. Ez az egység vitte majd a későbbiekben a SZETA felé is. Melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy egy kicsit a pedagógus lét után, vagy azt kiegészítve, mással is kell foglalkoznia? Magyar pedagógia szakos tanárként végeztem Pécset, és a pedagógia az meghatározó volt. Abban az időben talán az első évfolyam voltunk, akiknek ez megadatott, hogy pedagógiát tanulhattak, és
És nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy minél többet adhassak a gyerekeknek. És én a fehérvári létemben az első iskolámtól kezdve, mert a 320-asból, a kollégiumi tanárságból átkerültem általános iskolákba magyart tanítani, már akkor az az indítatás, hogy nekem tenni kell a gyermekekért és többet, ez adatott. Követelés is volt velem szembe az iskolákból, mert volt akkor is gyerekvédelem, még ha nem is volt fél státusz. Megjelent a gyermekvédelmi törvény, és én osztályfőnökként is, és magyar tanárként is mindig ott álltam gyermekvédelmi felelősként az iskolákban a gyermekek mellett. Tehát volt úgy, hogy órakedvezmény, volt úgy már akkor is, hogy társadalmi munkában, hisz én az általános iskolás létemet, a mostani Szent Imre, tehát az anno Petőfi általános iskolában is napközisként, aztán a Liget soron Vörös Marti általános iskolában alapítóként megéltem a gyermekvédelmi felelősi lehetőségeket. Tehát én a Vörös Martiban, tehát a Vörös Marti általános iskolában, a Liget soron gyermekvédelmi felelősként jártam a Fekete-hegyet, a zárt kerteket, és vittük a jó szót, a segítséget, és a SZETA ebben fontos civil szervezet volt, már az alapításától kezdve. Igen, tehát az tehát az, ők nyitottak az iskolák fele, felajánlották a szolgálataikat, a segítséget, és mi éltünk ezzel. Mi tanárok, gyermekvédők, osztályfőnökök éltünk minden lehetőséggel, mert a SZETA az adott a kiránduláshoz támogatást. Ugye abban az időben, amikor én a működésemet kezdtem, már kezdődtek ezek a fizetős osztálykirándulások. És bizony nagyon sok gyerek kimaradt ezekből, mert nem volt a családnak arra pénze, hogy kifizesse azt a hozzájárulást az osztálykiránduláshoz, amit kellett. És a SZETA felajánlotta a segítségét. És Radecki Csilláék az alapítók előtt tisztelet, mert ők arra törekedtek, hogy ne legyen olyan gyermek, aki ilyenekből kimarad. 1989. május 16-át írunk egyébként, amikor a SZETA megalakult, és azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos pillanat, nem csak általában nekünk felnőtteknek, hanem hiszen a rendszerváltoztatás hajnalát éltük meg, hanem mindazoknak, akik a hirtelen jött szabadsággal nem tudtak mit kezdeni, és valljuk meg, ugye a társadalmi változások nem csak jót hoztak, hanem a munkanélküliséggel a családok egy bizonyos része, és Székesfehérváron nagyon nagy része, egyharmada, csak nem egyharmada került lehetetlen helyzetbe. Talán azt mondom én, hogy soha nem volt nagyobb szükség egy ilyen alapítványra, egy alulról jövő kezdeményezésre, ahol egyrészt hozzáértő, másrészt pedig csupa jó szándékú ember összefog. De vajon mennyit változott, hiszen ön végigkísérte ezt az egész folyamatot, ezt a történetet, a szegénység, mint fogalom, a nem is olyan régen, negyed századdal ezelőttről? A szegénységnek sokféle arca van. És én elsősorban a lelki szegénységet észleltem tragikusnak. A gyerekeknél láttam a mosolytalan arcokból, az elbeszélgetésekből, hogy mi mindennel küszködnek. És tanárként, gyermekvédelmisként elsősorban én a sorstalanságot fájlaltam, és elhatároztam, hogy tenni kell, és ebben a Csilla partner volt. Ő bálokat rendezett, festményeket szerzett, aukciókat, hogy pénz legyen, hogy adjon a gyermekeknek. És én meg azt éreztem, hogy valamiféle lelki táplálék is kellene. Tehát valami a külsőségek olyan, önmagában pénzé tehető dolgok nem feltétlenül elégségesek. Nem elégségesek, és
És én ezt azt hiszem, hogy jól érzékeltem, mert amikor lehetőség nyílt arra, hogy különböző mentálhigiénés projektekre az iskolákban pályázunk, gyerekvédelmi felelősként is már lehetett, akkor indult a KEF is. Tehát olyan lehetőségek adottak, hogy mindenféle szellemi, lelki táplálékot be lehetett vinni, meg védelmet, prevenciót az iskolákba, az osztályfőnöki órákra, akkor én azonnal léptem, és pályáztam. Akkor már a Tolnai utcai általános iskolába kerültem. Tehát ismerem az iskolákat. És oda kerültem a mostani Bori Jenő általános iskolába, hát ott aztán teljes mellbedobással, ahogy ön mondta, a Palotavárosban a munkanélküliség és minden más hozadéka a rendszerváltásnak lecsapódott. Ott akkor nagyon-nagyon sok gyermek volt az akkori Lenin lakótelepen. Az akkori Lenin lakótelepen, igen. 1200 fős iskolával nyitottunk. Most már 200-220, igen. Kirepültek a gyerekek. Ráadásul elmentek. Egy urbánus közegben, a lakótelepi házak árnyékában jót tenni nagyon nehéz. Ez személyes tapasztalatom egyébként, hogy nem tudunk mit kezdeni a gyermekeinkkel, hiszen nincs más, csak az utca. És akkor jött az a nagy ötlet, hogy igenis projektek, és összekapaszkodni az összes civil, a Caritas, a máltai, a családsegítő, és mindenki, Smarkland, Széna, és megalapítva a szociális hálót, próbáltunk tenni programokat, nyári tábort, Fabula Báb színházat lehozni, tehát a gyerekeket olyan élményhez jutatni, ami mentő őv lehet. Tehát ez a sokat emlegetett prevenció? Ez az, igen. Tehát a gyerekeket bevonni egyfajta olyan lelki támasztékba, amely túlsegíti őket a napi problémákon, akár még az éhezés gondjain is. Mert voltak gondok, tehát voltak hajléktalan szülők, anya otthonba helyezett gyermekek, és sok minden. Ahány gyöngy, annyi könyv. És valahogy én éreztem, hogy ezeken a könnyeken változtatni kell, és a lehetőségekhez képest, tehát amit kaptunk lehetőségeket, 20 projektet pályáztunk és indítottunk az iskolákban. Mellénk álltak komoly mentálhigiénés szakemberek, akik nem pénzért, hanem kifejezetten emberségből, szeretetből, mindenhol ott voltak, ahol segíteni lehetett. Igen, az csak úgy jó, ha a szegénység látvány önmagában gondoskodásra késztet. Ez morális kérdés egyébként, ugye? Igen. Nem ez feltétlenül egy... pénzkérdés, nem, ezzel azt szerettem. Nem, ez emberség kérdése. És minden embernek van állapotbeli kötelessége. Tehát úgy is, hogy családanya, úgy is, hogy tanár, úgy is, hogy gyermekvédelmis, úgy is, hogy orvos, mérnök. És ezt az állapotbeli kötelességet kell megélni. Én tanárként, hivatással, küldetéstudattal, misszióval, én ezt tudtam adni a civileknek, tehát önkéntesként, még a tanárságom mellé. Miként sikerült összegyűjteni azokat az embereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak? Hogyan sikerült mindig társra találni ebben a munkában? Ó, hát ez egy csoda volt. És a napjaink csodája is. Amikor 20 éves volt a SETA, ugye 2005-ben kaptam Csillától a fáklyát, vittem 2012-ig, akkor 87 önkéntesnek, kollégának, szponzornak tudtunk köszönőlevelet adni. Tehát nevesítve 87 ember, közel 100 ember állt mellettünk, de ezek cégek is voltak. Érdekes módon, tehát a gyermekvédelmi klub az, amelyik segítette az egymásra találását, a segíteni akaróknak, az önkormányzattal együttműködve, a szociális irodával együttműködve, akkor
akkor a civil partnerekkel együttműködve a klub élt. Havonta előadások, beszélgetések, Pogácsa Tea mellett nagyon sok sorsfordító eset megtörtént, mert ott voltunk, és oldottuk azt a feszültséget, ami az iskolákban adatott. Hisz kapcsolódtak hozzánk iskolák, óvodák, aztán már középiskolák. Igen. És én úgy gondoltam, hogy nem csak a gyermekeken kell meg a családokon, hanem a kollégákat is meg kell erősíteni. És akkor jött az az arculat, hogy a Kodolányi Jankó Judittal fölvenni a kapcsolatot, és mindenkivel, aki ebben a tanárok, pedagógusok segítségére lett, és akkor olyan projektekben pályáztunk, hogy őket is lehessen. Tehát egyfajta terápia indult meg, lelki megerősítés, mindenféle szinten. Igen, ezek a pozitív megerősítések nagyon fontosak. És ezek a tanárok ott egymásra találtak. Egy újságot nem hagyhatjuk ki semmiképpen sem, hiszen ez akkor született ez az írás, amikor ön átvette a SZETA vezetését kuratóriumi elnökként. Olvasson fel nekünk belőle egy részt. A nézőknek elmondom, hogy a címe Mi lesz veled, emberke? Azt hiszem, hogy árulkodó a cím is. Ezt én akkor írtam, 2005. március 29-én jelent meg, amikor úgy látszott, hogy a SZETA becsukja a kapuit, és megszűnik Fehérváron. Nem tudtunk beletörődni. Már akkor is egy csodálatos klub volt, ahol mi találkoztunk és együtt gondolkodtunk, és én elsősorban úgy éreztem, hogy cserbe hagyjuk azokat a gyerekeket, akiknek ígéretet tettünk a nyári táborra, a karácsonyi rendezvényekre. Ebből a cikkből idézve, amikor sírattam a SZETA-t, írtam, hogy ott volt étel, játék, kalács, mese, nyaralás, kirándulás, támogatás, remény, egy röpke esély. És mert mindig voltak joghézagok, amin nem lehetett, nem tudott az önkormányzat hivatalból segíteni. És itt le is írtam, hogy a szabálytalan sorsú családok, szegények, azok csak a civilek támogatásához fordulhattak, vagy támogatását kérhették, mert jogszabály, tehát ha nem volt fehérvári lakos, bejelentett lakcímmel, akkor nem kaphatott támogatást. Akkor ételt sem, meg jó szót sem nagyon szinte hova sorolt volna. És a SZETA az nyitott ajtóval várta a szabad művelődés házában ezeket az embereket. És folyamatosan jöttek beszélgetni is, és én sirattam a SZETA-t ebben a cikkben, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akik el szoktak jönni és beszélgettek, mi lesz azokkal a kollégákkal, akikkel együttműködve segíthettünk. A történet végét körülbelül ismerjük. Mi volt a hozadéka a kesergőnek? Hiszen ilyenkor az ember független attól, hogy városvezető vagy éppenséggel csak támogató, bármilyen szinten, talán elgondolkodik. Mi lett a hozadéka? Hát én az utolsó mondatban itt ostoroztam, ám aztán alaposan mindenki. Se baj, legalább észhez kértek. Mert tehát a farizeusi magatartás, amely mögött ott a félelem, az árvasság, a mi szegénységünk, írtam, a lelki nyomorunk, és annak minden lehetséges következménye, ez meghatározó lehet. És akkor, hogyha megszűnik mindenfajta emberség, akkor mire számíthatunk? Mi lesz a jövőnkkel? A hozadék az lett, hogy akik olvasták, jöttek. Hát akkor, ha Csilla nem tudja tovább, akkor vidd te. És akkor én... Nem is tudtam, hogy mihez kapcsolódom tulajdonképpen, mert itt munkáltatásról is szó volt, irodavezetésről is, rendszeres könyvelésről, szakszerű könyvelésről. De azok, akik az alapítványhoz Csilla idejébe kapcsolódtak, azok profi szakemberek voltak, és a lelküket adták. És ugyanakkor... szinte
nem is kértek érte. Az egész történet a bizalmi elvről szól. Tehát attól nem kellett tartania, hogy emiatt bármiféle hátrány éli, mármint a szegény sorsú gyermekeket, családokat, hiszen egyértelmű volt, hogy segítenek. Megérte, hogy akkor igen mondott? Életem kiteljesedését éltem meg. Abban az összekapaszkodásban én úgy éreztem, hogy ez volt a professzori szintje az én hivatásomnak. Mert tenni és több lehetőséggel tenni, az maga a csoda. Hisz minden ember értelmes életre vágyik. És nekem ez természetes volt, hogy a lakásom egyik szobája a szinteszett a iroda, és onnan telefonálok, és írom a leveleket, és beszélek a kollégákkal, és szervezem az életet, és a gyerekeknek a lehetőségeket. Ez teljesen természetes volt. És ez a hozadék, ez életre szóló. Még azt hozzá kell tennem, hogy a családom, a férjem, apósom, édesapa, kántor tanító, és ősidőkre visszamenően tanítók, tanárok. Tehát ezzel a tartással, ezzel a misszióval, ezzel a kötelezettséggel én nem tehettem másképp. Itt nem méricskéltünk, hogy most ennek haszna van, vagy nincs haszna, milyen hozadéka lehet. Ez így volt természetes. És azt hiszem, hogy napjainkban is ebben a hivatásban ez kell, hogy legyen a természetes, hogy ő az életét adja. Tehát a hobbija az, amit csinál. Tehát jónak lenni jó. Leginkább. És főképp az irgalmasság évében most. Igen. Ez egy nagy kegyelem, hogy gondoltak rám is arra nagyon sokszínű érdekes életre, amit 2005-től is, 12-ig, meg napjainkban is zajlik, mert ennek van folytatása. A gondokról, problémákról beszéltünk eleget. Melyek voltak azok a pillanatok, ami miatt ez a 10 esztendő, természetesen a 3650 napot ne sorolja fel, de melyek voltak azok a pillanatok, amelyek megerősítést adtak önnek, hogy igen, ezért tettük, amit tettünk? Jól tettük, amit tettünk, helyesen. Az utolsó pillanatig engem a SETA-tól állapotbeli kötelesség hívott el. Huom elhunyt Amerikába, és 82 éves édesanyám magára maradt nagy családi házban, és egyre gyengülő egészséggel, idősödéssel, és úgy alakult, hogy a Huom elhunyt, akkor én úgy éreztem, hogy oda kell állnom az édesanyám mellé, mert bevontam én a családsegítőt is, hisz Maroshegy messze van, annyira messze, hogy nem éltünk vele együtt, de naponta, ha kellett, háromszor is kimentem, de negyedikként kiment a családsegítőből a kollega is, mert őt is bevontam, mert ha a Temesvári utcába jár, akkor menjen be az édesanyámhoz. Tehát ott is segítettek a kollégák, és velem voltak. Tehát én most is azt mondom, hogy napjainkig, eddig a pillanatig is teljes szívvel és lélekkel és tudással, hittel, reménnyel, szeretettel ott kell állni a családtagok mellett. És az állapotbeli, az pedig tehát egy anya-gyermek viszonyban a gyermek kötelessége a legfontosabb. Aztán úgy alakult az életem, hogy 4 évig le se vetettem a fekete ruhát, mert a húgom halála után anyósom, apósom és édesanyám. Minden évben valakit gyászoltam, és valaki elment. És akkor a lelki teherrel már a SETA-t nem lehetett felvállalni, mert oda erő is kell, lelkesedés is kell, idő is kell. És édesanyámat 14-be temettem el, tehát 12-ig még a SETA-ban elnökösködtem is, attól független, azon túl, hogy már magam voltam édesanyám ápolásában. Közben születtek az unokáim egymás után, tehát a jó is, az élet is és a halál is ott nagyon-nagyon komolyan megjelent. Igen. És a SETA
olyan állapotba került, hisz már akkor háztartási gépcserébe gondolkodtunk, megvalósítottuk. Tehát már nem csak gyerekvédelem volt, nem csak prevenció volt, nem csak a 20 projekt volt, hanem a lakosságnak is mindenféle támogatás. Tehát olyan vehemenciával csináltuk, hogy azt át kellett adnom ifjaknak. Teljes tehát ha felelősen gondolkodtam, akkor és voltak kérői a SZETÁ-nak, tehát nem egy olyan társszervezet kérte, hogy szívesen, és belép a kuratóriumba, és vállalja az elnökséget. És átadtam, tehát felelősen, vagyonnal, ami nagy szó, megoldva a háztartási gépcserét, átadtam, és nyugodt lelkismerettel, mert én úgy éreztem, hogy akik kérték, azok régóta voltak civilek, és felelős civilek. És a mostani állapotra helyezve a hangsúlyt, boldog vagyok, hogy minden így alakult, mert most is jó kezekben van. Igen. Tehát újra élhet, él és segít, de hát az élet feladatai, kihívásai mindig más és más arculattal kell, hogy ellássák a SZETA lehetőségeit, tennivalóit. Most másféle dolgokban kell segíteni. Igen, én azt gondolom, hogy a SZETA Székesfehérváron szimbólum, amit egyébként gondolom egyetért velem, hogy rutinból nem lehet csinálni, mosolygós szem nélkül pedig nem szabad. Pontosan így éreztem én is, és így voltam vele, és ez csak így lehet, és akik most a SZETÁ-t vezetik, azok mosolyognak, és kell, és segítenek, és tudom, hogy vasárnap megint ételt osztanak, tudom, hogy 1500, hisz követtem őket, tehát függetlenül attól, hogy a gyászomból lassan felépülve, utána, hát ugye a lélek gondjai a testen is lerakódnak, kezelések és operációk és egyebek következményeként, lábadozom, de azok, akik most vezetik, azok látom, hogy ugyanolyan küldetéstudattal, hivatással csinálják, és éltetik azokat, akik reménykednek, és várják a segítségüket, mert szegény gyerek, szegény ember mindig is lesz. És ez csak tiszta szemmel, tiszta szívvel lehet megoldani ezt a, azt hiszem, hogy ez probléma is marad, bármennyire is jót szándékozunk tenni, és tesznek önök. Milyen gondolatokkal fogadta az invitálást az ünnepi díszközgyűlésre? Hiszen tudta, hogy egy olyan elismerést, egy olyan rangos elismerést kap, amelyet nem a városad, a város adja tulajdonképpen, de azok az emberek szavaznak, gondolnak rá, akik biztosak abban, hogy jó helyre kerül ez az elismerés. És ez a fontos ebben. Az első gondolat, hogy miért éppen én. Hisz 1001 civil van körülöttem, akik most is aktívan tudják tenni. Aztán a következő pillanatban meg, hogy igenis nagy dolog ez, hogy az irgalmasságot mutatják fel újra követendőként, és hogyha én bennem hiteles szemét látnak, akkor én ezt megtiszteltetéssel elfogadom. Az érzéseim... Nagyon örültem neki, hogy az unokák a mamit nem csak meseolvasás meg matekozás közben látják. Láttam, mert ugye... hogy körbevették önt a díjátadás után. Igen. Megható volt. Igen. Én köszönöm, hogy felmutattak egyfajta példát, amit talán a szívekbe is résődhet. És én azoknak a nevébe is köszönöm mindenkinek, akik gondoltak rám, azoknak a nevébe, akik tesznek az emberekért, és megélik a hivatást, és misszióként élik, hisz most is nagyon-nagyon sok civil tesz azért, hogy jobb legyen itt Fehérváron a hangulat, a közérzet, és élhessenek azokkal a lehetőségekkel az emberek, mert most is van háztartási gépcsere. És most is lehet segíteni, pályázni ezeknek az egyszerű embereknek, ezt emberekhez juttatni olyan lehetőségeket, meg olyan
adományokat, amik nem mindennaposak. Nos, ön úgy fejezte be ezt a mondatot, hogy köszönetet mondott sok mindenkinek. Az én dolgom nem lehet más, mint hogy mindnyájunk nevében megköszönjem önnek, amit tett és amit tenni fog ezután. És nem különben köszönöm azt is, hogy megtisztelt. Hittel, reménnyel és szeretettel tettem. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Nagy Györgyné volt, a SZETA egykori elnöke, akit augusztus 20-án Szent István ünnepén Pro Civitate díjjal tüntetett ki Székesfehérvár megye jogúváros önkormányzata. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!